Egy évet ezelőtt találkoztunk, akkor a kollégiumban, és akkor még az Erdőtelki óvoda képviseletében, most már a Batthyány óvodát képviseled vezetőként itt ezen a bálon. Mi az, ami megmaradt a régi hagyományokból, és mi az, amit változtattatok a mostani bálon? A mostani bál az egy ír bál, ezzel készültünk, és Opolszkeni lakos Henriett ötlete volt, hogy a mai napon Szent Patrik napját ünnepeljük meg. Szent Patrik az Írországnak a védőszentje, márciusban ünneplik, és akkor egy hatalmas vigadalom, utcai felvonulás és jókedv jellemzi az embereket. Ezt szerettük volna mi is itt megteremteni. Mivel teremtitek meg ezt a hangulatot? Már a bejáratnál láttam egy nagy plakátot, hogy húzd meg a... A koboldnak a szakállát. Hiszen a védőszent arról volt híres, hogy ha meghúzzák a szakállát, akkor szerencsét hoz. És akkor nekünk vállalkozókedvű anyukáink voltak, akik a vendégvárók, és ők öltöztek be zöld ruhákba, hiszen ez a hagyományos, a zöld viselet. És illetve volt egy koboldunk, akinek meg lehetett húzni a szakállát, és ezért egy aranyérmét kaptak ajándékba a szülők. Illetve a védőszent mellette volt a felesége, aki vigyázott rá, az pedig egy különös kérdéssel állt elő, mikor ünneplik Szent Patrik napját. Aki jól tudott válaszolni, az ihatott egy rövid italt, aki rosszul válaszolt, az krumplit kapott. Azt hittem, hogy az meg a bánatára ihatott egyet. Úgy van, arra is ihatott, igen. A műsor is gondolom, hogy e köré épül, e köré, a tematika köré. Igen. A szülők, illetve az óvónénik, a géppuskalábú lányok, én így nevezem őket, ír tánccal készültek, és ezt fogják majd nem sokára bemutatni nekünk. Ez az a steppelős, gyors ritmusú tánc, ugye? Hát, ha nem is fognak steppelni, de gyors ritmusba fog járni a lábuk, az biztos. A Batthyány óvodára jellemző volt, hogy nagyon erős a szülői összefogás egy-egy ilyen nagy rendezvénynél, most is így? Igen, így van. Nagyon sok segítő szülőnk van, akik nem csak a táncban, hanem a dekorációban, illetve a tombola gyűjtésben segítettek nekünk. Ugye ennyi, ez tulajdonképpen, amit elmeséltél, ez nem változás, ez, hiszen az elmúlt években is az óvodában mindig valamilyen tematika köré épült a bál. Most is esetleg valamiben változtattatok? Igazából nem, meghagytuk ezt a hagyományt, tehát maga a bálnak a váza az ugyanaz, és ezt, mivel hogy egy jól bevált hagyományról van szó, ezeket nem szerettük volna megváltoztatni. A témákat változtatjuk minden évben, ez az újdonságunk. Hány vendég fogadta el a meghívásotokat? Hányan vannak ma itt? És látom, hogy ugyanúgy, ahogy eddig két teremben vannak a bálozók, van valami különlegesség annak, hogy ki ül az egyikben és ki a másik? Igen, valóban két teremben folyik a mulatság. Szülői kérésre az egyik teremben a hagyományos mulatós zene, a másikban pedig diszkó zene szól. Itt a szülők, annak az volt a kérés, hogy retro diszkó szóljon, és azok a szülők választották a diszkós termet, akik igazából erre szeretnének majd táncolni, de szabad az átjárás mind a két teremben, hogyha itt ide szeretne jönni egy társaság, akkor ide jön, választanak szabadon, és akkor utána jót mulatnak ezen. Hányan vannak a bálon? Közel 160-an vagyunk. Még térjünk vissza egy kicsit a táncra. Apukák is szerepelnek benne, vagy csak anyukák? Hát az apukák azok nem tudták követni ezt a gyors ritmusú táncot, úgyhogy itt nagyon ügyes anyukák fognak fellépni.